Oh, yeah! Hát Isten hozott benneteket a Love Parade második epizódjánál. Ma különleges vendégünk van a terítéken, ami ezúttal egy magyar film. Mégpedig nem más, mint az Így vagy tökéletes. Tekintve, hogy az utóbbi időben magyar film csak az Ezért volt szar című rovatunkba tette be a lábát, és lássuk be joggal, így arra gondoltam, hogy megpróbálkozom egy újabb, modern hazai alkotással. Nos, ez a film nem véletlenül nem kapott helyet az előbb említett rovatban, elvégre messze nem érdemli meg azt a titulust, de a romantikus rovatban még bőven van esélye arra, hogy a filmes patológia egy korbonctani leletet állítson fel róla. Így hát én, Kinzon, arra vállalkoztam, hogy ezt a filmet a Love Parade ítélőszékének a kalapácsa alá helyezem. Jó szórakozást kívánok mindenkinek! Egy hernyós tanyáról indítunk, ahol már készül is az ebéd. A madárka már megint éhes. A madárka éhes. A madárkát meg kell etetni. Na ez kurva mély! Ez nekünk nézőknek szólt, amennyiben nem lenne egyértelmű a kanálból, a tűből és a fortyogó heroinból, hogy heroinozni készülnek. Gyűlölöm ezt a várost. Gyűlölöm az embereket. Ez egy bűnös hely. Ez egy bűnös város. Nem bízhatsz meg senkiben. A nőnek kissé elférfiasodik a hangja, és nem tudja kimondani azt, hogy... Itt mindenki egy utolsó eci. 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 Á, tehát épp egy történetet írunk, és nem működik a G betű. Bár akkor a meg kell etetnit hogy írta le? A madárkát meg kell etetni. Dóri! Mindegy, irány Dóri, és közben megbotlunk a saját könyveink kupacában. Ó, ezt figyeljétek! Benjamin Spock tanainak magyarországi kiburjánzását láthatjuk megtestesülni Dóri karakterében. Mi van? Megint használtad a gépemet? Hozzá se nyúltam, hagyjál már békén. Mi ez a szar? Szerinted... könyv. Ez itt egy szék. Ez a szemét? Ne zavarja, hogy most mindenki ezt olvassa. És? Attól már rögtön jó könyv lesz? Akkor annak a, hogy is hívják, énekesnőnek a dugásai, az is jó könyv volt, mi? Mert mindenki azt olvasta. Igazából miért is jöttél be a szobába? Hogy valamiért lecseszhess Dórit? Hát mondjuk, ha ilyen apám lenne, lehet én se ülnék a számra. Tehát főhősünk a Tony Stark hangját is adó Fekete Ernő, akinek a filmes nevét még nem tudjuk, de azt igen, hogy író. Itt végig megyünk egy valamilyen stúdió díszletein, de ugorjunk a lényegre. Ó, ez reklám lesz, ugrás. Váltunk egy harmadik szereplőre, akinek a párja épp SMS-t kap. Stopp! Dr. Peresztegi Eleonóra randit kér a képen látható hölgy párjától? Akkor jegyezzük meg ezt a nevet. Jó reggelt. Valami SMS. És minek olvastad el, kedves... akárki? Itt turbékulunk egy keveset, de szó se róla, ez a Lengyel Tamás azért rendesen ki van basz. Váltunk két főhősünkre, akik véletlenül egy légtérbe kerülnek, és a hölgy is a már említett slágerkönyvet olvassa. Maga is elhitte? Hogy így vagyok tökéletes? Miért nem vagyok az? Még azt is más mondja meg? Nem találkoztunk már valahol? Kitöltési útmutató halotti bizonyítványhoz. Tessék? A regényem. Nem olvastam. Mondjuk ezzel a címmel én se olvasnám el. Magának nem is kell. Tehát hőseink egymáshoz való viszonyulása meglehetősen ellenséges, és... Gyorsan dugja azt a könyvet a táskájába. Itt inkább az irodalmat értékelik. Tordai Kata. Tordai Kata? Ó, akkor ő írta ezt a ponyvakönyvet. És te? Ja, hogy jöttél a megmaradt könyveidért, ugye? Hogyan lehetne másként jellemezni az ilyen helyzeteket, mint totális beégésnek? Na látjátok, ezért nem kell össze-vissza pofázni, és akkor nem történik ilyen. Váltunk egy írói díjátadóra, és... Az év könyve nem más, mint... Tordai Kata! Így vagy tökéletes! És Tordai Kata nyer. Halljuk át a győztest. De szarod! Köszönöm. Ez az első díjam. Hála Istennek. Őszintén szólva nem vágytam rá. Nem, a szart nem. Csak azt tudom mondani, amit a könyvemben már leírtam. Álljatok meg egy percre, és hagyjátok abba a vágyaitok kergetését. Mert már most, a jelen pillanatban is többek vagytok annál,
mint amire egyáltalán vágyhattok. Hát ez alapján téged is kitiltanának a Szabó Péter fanatikusok, rajongók oldaláról. Akár csak engem. Ezen én is szoktam gondolkodni. Elmondjam, te mit szoktál gondolkodni? Hogy hogyan fogod lenyúlni a céges megbukomat meg a kocsimat? Emiatt a nő miatt nem adják ki az új könyvemet. Mert a fost veszik meg az emberek azért. Mert a fost adják ki a kiadók azért. Annyit emlegetjük a fost, hogy már a szánkban érezzük az ízét, majd... Hát akkor vidd máshova. Tudod, hogyha kell, átmegyek a falon is, de nem vihetem bárhová. Szép irodalom, bazd meg, ez nem a pénzről szól. Tű, Jókai Mór forog a sírjában. Olvastad a kitöltési útmutatót, nem? Mit? Az előző regényem. Ja, azt persze, ez kurva jó volt. Most pedig jöjjön az év közönségdíjas könyve. Veres Szabolcs, forró vágyak, hűvös lepedő. Ó, és Kata szeretője is díjat nyer. Na faszom. Anyám imádja. Anyám, de valami nagyon nem oké. Ez a gyerek se százas, szóval csak azt nyújtja, amit otthonról eltanult. De akkor szúrjunk oda az ifjú Katának. Gratulálok. Ti a legjobbak. Nem vagy, hát nem. Igazából én vagyok. Szerintem. Hogy kitúrtál a kiadómtól. Csak azért, mert a kiadó az én könyvemben lát inkább lehetőséget. Kiadó az én könyvemben lát inkább lehetőséget. Nem lehet, hogy a tiédet azért nem vették meg az emberek, mert azt gondolták, hogy az tényleg egy kitöltési útmutató halotti bizonyítvány. Amúgy én is erre gondoltam. Ha esetleg majd kell egy ütős cím az új könyvednek, csak szólj nyugodtan. Kreatív igazgató vagyok egy nemzetközi reklámügynökségen. Meg tudom oldani egyedül. Nem író vagy? Író is. Úristen, ez a csóka szereti a saját sírját ásni? Elolvastam a könyvedet. És? Milyen volt? Köszönöm szépen. Nagyon büszke vagyok rá. Mindannyian büszkék vagyunk rád. Mi lenne, hogy otthon folytatnánk az ünnepést? Az van, hogy megígértem a srácoknak, hogy viszont velük egyet. Nem igaz, mert a peresztegi Eleonóra kérdezett rá az estére, és ez nem egy fiú neve. Ugrás, petrezselymet árulunk a padon, majd... Csak így egyedül. Hová tűntek a forró vágyak, meg a hűvös lepedők? Közöd? Az előbb nem tudtál válaszolni a kérdésemre. Persze megértem, nem könnyű úgy, az embernek tiszta erőből nyalják közben a manduláját. Hogy tetszett a könyvem? Borzalmas volt. Torta? Hát kösz a tortát. Mondanám, hogy örülök a találkozásnak, de annyira nem lenne igaz. Legalább itt összefutottunk. Ha már a sikerlistákon nem fogunk. Amúgy viccen kívül ezek miért beszélgetnek egymással? Kata legalább tortával kínálta, hát a nevét továbbra se tudom, de őt. Tömködöd bele a pasidat egy kutya szájába, azt csinálod. Semmi közöm hozzá. Te vagy a nagy guru, fejtsd meg magad, ha akarod. Szia! Fejtsem meg magam? Amikor te vagy az, aki ott ülsz minden nap a hülye irodádban, csinálod a mosópor reklámot. Nem dolgozom mosóporon, bocs. Aztán hazamész a rózsadombi lakásodba. Szabadsághegy, bocs. És van pofád lecsúszott drogosokról, meg hajléktalanokról, meg tüdőbrákos kurvákról írni. Mi az Isten tudsz te ezekről? Le kellett volna ereszkednem a drogosok közé? Szerinted a Verne Gyula is fölment a Holdra, vagy mi? Minek akkor az író, ha nem kell kitalálni semmit? A valóságot egy hülye is le tudja írni. De Cimbora, ha bajod van Katával, akkor legalább ne fogadd el a tortát, vagy menj el. Tehát fogalmad sincs arról, amiről írsz. Hazugság az egész. Egy talicska szar. Bocs, de az olvasó se feltétlenül drogos, hogy értse, vagy tudja, hogy ami le van írva, az kitaláció. Amúgy ezzel az erővel fantasyt se kéne írni, elvégre kilátott már orkokat vagy tündéket. Én már láttam. Álmodta Csipke Rózsika. Elolvastad a kritikákat a kitöltési útmutatóról. Dehogy olvastam. Somos András teljesítménye elismerésre méltó, bemutatkozó regénye egyszerre felkavaró és lélegzetelállító, mint egy talicska szar. Magyar Narancs, Csoknyai Gusztáv. Az én könyvemről is ugyanezt írta. Ó, meg is van a közös nevező és a hősünk neve, ami az András. Miután a Narancs lehozta a kritikát, kinyomoztam a Csoknyai címét. Kőbányai lakótelep. Hadnagy utca 21. Ó, és szimbolikusan közeledünk egymáshoz, majd jöhet a tudás almája. Te mit akartál csinálni a Csoknyaiban? Előtte. Gyerünk, szarjuk le! Jó nagyot szart az a kiskutya. A fost veszik meg az emberek. Na, Verne Gyula, egyedül sétáljak a Holdon? Ja, hogy vicces cigit szívunk, az jöhet. Jé. Ott van benne a pasit feje. Seggfej. Na de akkor lássuk az akció gyakorlati részét. Nekifutok a lendület miatt, ezt te nem érted? De hát csak a másodikig kell feldobni. Verne Gyula, basd meg! Ó, és visszaszáll a fos. Majd Kata jön.
És sikerül? Nem kell neki futni, csak csinálni kell. Mi csodát? A kritikus meghal, és... Ez kurvára nem Halló! Az operátor örülhet nektek. Na szóval a mentők jöttek, és nem a hullaszállítók, szóval a Pali mégse halt meg. Majd... Frusztráltak. Az összes kritikus. Alkotni akarnak ők is, csak hát a tehetség, az hiányzik belőlük. Csűna, stop! Nem tudom eldönteni, hogy ez a vélemény a film írójának, vagyis Csurgó Csabának, illetve a rendező, Varsics Péternek a magánvéleménye, és így kívántak elébe menni a filmmel kapcsolatos esetleges negatív hangoknak, vagy tényleg úgy véli a film, hogy a kritikát csak szakmabeli fogalmazhatja meg. Csak mert ha így van, akkor ne mondjunk véleményt az autókról se, csak akkor, ha az autóiparban dolgozunk. Ne mondjunk véleményt ételekről se, elvégre nem mindegyikünk dolgozik szakácsként. És ne merjünk egy rossz szót se szólni egyetlen könyvről se, elvégre nem vagyunk írók. Bár ugyanezzel az erővel akkor jót sem mondjunk semmiről, hisz kik vagyunk mi, hogy csak úgy tetszenek a dolgok, nem de? Fú, na tovább. Muszáj megörökíteni. Kurvára nem kell megörökíteni. Nehogy lefotózz. Tehát készül egy közös kép, amit ki is lövünk, majd... Itt a taxin. Hé. Ja. Kösz. Tényleg megérdemelted a díjat. Az olvasás élményét adtad iskolázatlan emberek tömegeinek. Na most ezt miért kellett? Csak egy jó tanács. Még mielőtt soha többé nem látjuk egymást. Sokkal boldogabb leszel, ha egy életre elfelejted ezt az írás dolgot. Na, ezzel egyetértek, kedves András. Olvastam én már szarkönyvet, ó, de miket beszélek, nem vagyok én író. Ugrás! Nem kell neki futni. Soha. Csak csinálni kell. András sztori szerinti drogosai, ezek szerint megint drogosokról ír, a Katától lenyúlt idézetet köpik vissza. És ezek után András tényleg kreatív írónak gondolja magát? Híres lettél. Nem is mondtad. Hogyan Istenbe képzeli ezt? Az apám. A Tordai Katával. Ez kész. Sokan látták? Sokan. Mindenki. Egy kis utalás ha is Dorottya korábbi filmjére, a Mindenkire. Ki fogja így megvenni a könyveimet? Ugrás. Kicsinyes. Nem olvasta? Csodálatos könyv. Nem, te vagy csodálatos, és lám-lám, András könyve is felkerült a radarra. A legnagyobb töpörtyű, amit életedben láttál. Ügyféle fogja szopni magát tőle, olyan szép. 1990 kilója, majd oda lesz kiíró ilyen baszon nagy számokkal, hogy a nyuggerek is el tudják olvasni. Váltunk egy céges megbeszélésre, ahol megvitatjuk a helyzetet Katával. Akartam is mondani, hogy kurva jó. András, kurva jól tolod. Nem néztem volna ki belőled. Bravo. Csak ez a háttér, mentő, lakótelep, ez proli. És nem így trendin proli, hanem úgy így proli-proli. Na, most már tudjuk, miért pózolnak az emberek dubai, tájföldi, meg más egyéb luxi helyeken. Pozícionálás, barátaim! Elvégre ezzel azt jelentjük ki magunkról, hogy mi nem vagyunk prolik, hiszen Dubajban, Tájföldön, meg más luxi helyeken vagyunk. Ha csak tanít nekünk valamit ez a film, bár az a helyzet, hogy veretni azok szoktak, akiknek nincs. Akiknek van, azok nem veretnek, mert nem kell. Valami elitebb környezet kéne. Jobban fogynának a könyveid. Milyen elit környezetre gondolsz? Oké, tehát András mégiscsak lehetőséget lát a Katával való időtöltésben, majd váltunk Trokán Nórára, aki gyanúsan bizonytalan Kata párját illetően. Hello. Ti dugtok? Itt Kornél. Én vagy a legklasszabb csaj az egész világ. Ezek dugnak? Bár amennyire népbetegség az apokomplexus, nincs mind meglepődni így a 21. század Magyarországán. Fél édes mortoszám, ezt ismerem. Igen, úgy hallottam, ezt szeretem. Hát nem baj, forradbónak jó lesz télen, de gyertek, huppadjátok le, gyertek! Egy sima köszönöm is elég lett volna, de akkor lássuk a vendégséget. Nóra répát hegeszt, majd mesél a kapcsolatáról. Nem is mesélted. Már egy ideje próbálkozik, aztán gondoltam. Tudod, hogy jól jönne már egy kis jókurt a hűtődbe. Azt mondja, mész kell a köcsögöcskébe, elég nagyocska a köcsögöcske. Hallottam én is! Még köször is. Ebben a filmben többször említik meg a szar szót, mint egy csatorna búvárokról szóló dokumentumfilmben, ami eléggé elveszi a romantika ízét. Van valaki? Mi? Szabinak. Megcsal. Ó, na ez már érdekes. Kire csalna meg?
dr. Peresztegi Eleonórával. Ha, ilyen név nincs is. De legalább nem Nóra az, akivel csal a párod. Ez is pipa. Vívod dübörgöd bennem, hogy egyszer meg kell szereznem ezt a csajt. Szóval, hogy kell nekem ennyi. Hát érted, hogy megjött a castingra. Egyszerűen még jól voltál, mert Reddy szétéget a gyomrom, az fehér bikini. Hihetetlen ditkó, olyan hosszú combok. Jól van, értjük, hogy beütött a férfi klímax, de kérdezte ezt bárki is? Nem is tudtam sehova nézni. Egyszerűen csak azt éreztem, hogy ő a hangos barack, érted? Na jó, most már minden vendégbe van gerjedve, olyan részletes leírást adtál. Cserébe azt hiszem bátran kijelenthetjük, hogy Trokán Nóra lett Magyarország hivatalos fanfatája. Elvégre, ha csinos lány kell a vászonra, őt hívják. Legalábbis az utóbbi évek ezt mutatják, amivel amúgy semmi baj nincs. Féltékeny vagy. Miért nem válaszolsz az üzeneteimre? Hagyj békén, tényleg. Eddig nem zavart, hogy a barátnak. Hagyj békén. Úgy sem tudsz ellenállni nekem. Azért erre nem tenném az ötös lottómat. Jó ég, ezek tényleg dugnak. Segíthetek valamit? Pont be akartam vinni. Tök jó, hogy mindenki kedveli a másikat, vacsora után pedig... A feleségem imádta a könyvedet. Feleséged? Ja, már nincsenek együtt. Egy dedikálást írjál már neki, légy szíves. Nem emlékszel, mit írtál az enyémbe? Hát csak. Imádom a csajt, megőrülök. Jaj, kús már! Kornélt némítottam. Dr. Peresztegi Eleonóra vagyok. Mikrobiológusként és édesanyaként. Mit mondtál? Mi a neved? Dr. Peresztegi Eleonóra vagyok. Ohó, baszki! Hé, hey, most még mi van? Itt zajlik az élet. Hát akkor ennek a kapcsolatnak... Váltunk egy dedikálásra, ahol is András bedobja magát. Sikerült aláírnod a kínai büfé étlapját. Ha engem kérdezel, kurvára rád férne egy ital. Mindannyiunkra. Szóval irány a nem proli bár. Te nem ugyanebben a bárban forgatták a pesti balhé buli jelenetét? Rossz emlékeket idéz ez a hely. Na jó, átveszem a gyeplőt, mert kissé lassan haladunk. Kiderül, hogy Kata nem iszik kólát. Nem iszom kólát. Majd belecsapunk a lecsóba, és mindketten elárulják szingliségük hogyanságát. A pasi megcsalt a legjobb barátnőt. És ismét képet készítünk, aztán pedig váltunk a csocsolózásra. Nem azt mondtad, hogy anyád nálaszol? De... Csak ő nem szereti, a részeg vagyok. Ó, azt mi sem. Na szóval Dóri pepecselésen kapja a faterbevert Katával, és... Nem hiszem el! Nem ön sehova. Dórinak. És dedikálunk. Lelépnénk, de... Akkor... majd hívlak. Hülyeség volt, felejtsük el. Reggelre már te is el akarod felejteni, higgy nekem. Én is az őszinte kommunikációban hiszek. Marhaság! Biztos, hogy nem találkoztunk már valahol? Oké, erre most már ki kell térnie a filmnek, mert tuti, hogy van jelentősége. Váltunk Trokán Nóra Luxi kivitelére, amit az ambulancián is megtekinthetünk, és 2 évvel korábban vagyunk. Ha esetleg valami halálos betegséget találnak, azt közlik velem, ugye? Maga szűrésre jött. És? Akkor nem lett halálos betegségem? Én az őszinte kommunikációban hiszek. Á, tehát Kata és András először végbéltükrözés alkalmával találkoztak. Tiszta románc. Mondhatta volna, hogy nem muszáj mesztelenséggel feküdnöm itt maga előtt. Tudja, hány mesztelenséget látok naponta? Sejtettem, hogy nem véletlenül dolgozik itt. Elmondjam, mi volt a felvételi beszélgetésen? Elém tettek egy mesztelenséget és egy nyílt bokatörést. Hát nem a mesztelenséget választottam. Azt hittem, az lesz a lényeg, hogy mondjam el, mi a különbség a két kép között. Valaki mesztelenségeket emlegetett. Ó, még jó, hogy említettük a pesti balhét. Elek Ferenc ismét orvost játszik. A végbillen át éjszaknak tartunk. Ezért ezek a hosszú műszerek. Ugrás. Valami baj van? Meg vagyok rákos. Na, akkor főhősünk nem beteg. Ugrás. Érezted már, hogy semmi értelme annak, amit csinálsz? Azt hittem, meg fogok halni. Ez itt mind kurvára nem fontos. Muszáj, hogy alkossunk valamit, ami számít. Oké, tehát András a majdnem halálközeli élmény miatt kezdett el alkotni, azaz írni, majd váltunk a 2 évvel korábbi Katára.
És te? Hagyjuk. Úgyis mindig ugyanaz van. Te elmondod, hogy milyen gyönyörűen sütött a nap, mit tudom én, Toszkánában, vagy ahol voltál, mekkora boci szemei voltak a fotósnak, vagy egy kicsit bevágott a bikini, amúgy minden szuper helyen meg. Miről beszélsz? Úgy csinálsz, mintha ez valami verseny lenne. Annak nyilván nem, aki ilyen high life életet él. András és Kata tehát egyszerre kezdenek el írni, de ugrunk a lényegre. Szerintem ennyit idáig egyetlen bemutató alkalmával se ugrottunk, de ezt majd a végén. Váltunk a jelenbe, hogy elmagyarázhassuk Dórinak, hogy mi a stájsz. Kislányom, menni. Jártok? Mi? Jártok. Tehogy? Ez nem az én szintem. Ha esetleg járnátok, én elég örülnék neki. De nem járunk. Aztán ez a Dóri jobban rágerjedt a témára, mint filmünk férfi főszereplője. Szépen porolja le azt a vénpöcsét, vágjon bele, és muffozzon be. András könyvefogyásnak indult, majd ismét Katáról beszélünk. Ezről, hogy és soha többet nem akarom látni azt a nőt, ki van zárva, aztán meg jó. Nem dugtam meg, és nem is akarok tőle semmi. Komolyat. Vági. Kitúrt a kiadomtól. Kettő. Ez egy ilyen sekélyes, buta ezoterika, abból is a lehető legidegesítőbb. Te András, te majdnem dugtál Katával, és ezek után ilyeneket mondasz? Ez a kihasználás magas iskolája, és nem vagy jó ember, ha a film végére ez nem változik. Ez a te könyved, a te kampányod, én nem fogok beleszólni. De egyet mondanék. Kis cicákat a háttérbe. Kis cicákkal nem tudsz hibázni. Na szóval ezúttal cicás hátterű képekre lenne szükség, de Katának erős állatszőr allergiája van. Lecsúrta a szélvédőt? Fúj! Nem tudtam, hogy allergiás vagy rájuk. Csak segíteni akartam az új könyved elé. Jótékonyság és kismacska, a legjobb kombó. Igazából te akartál kihasználni engem, nem? Velem akartad reklámozni a menhelyet. Igen, de én nem használnálak ki téged soha. Hazudsz, de legalább jó tudni, hogyha nem jönne be az írói karrier, akkor politikusnak még mindig elmehetsz. Kata és András újra csócsolóznak, mire hazaérnek leszáll az est, és hát akkor lássuk az actiont. Csak ennyit tudsz! Ez mi volt? Na azt hogy csináltátok? Mindegy, Kata elvileg nővér, szóval... Te aztán szeretsz inni, majd... Csak ne a kis ujját húzd meg! Humoros, mert a középső ujja felfelé mutat. Szóval Kata nővérként felsül, majd láthatjuk az egészségügy helyzetéről alkotott képet a film által. Hallod? Adjam egy cigit, hallod, tesó? Hallod, tesó? Ne aggódj. Csak egy cigit, tesó. Csak egy cigit, tesó, hallod? Hallod, kussoljál már el! Na szóval András tényleg fél a kórháztól, majd kapunk egy vizuálra teljesen okés, viszont a film szempontjából atom fölösleges jelenetet, amit nyugodt szívvel ugorhatunk. Ez meg is lenne. Ugrás! Köszönöm, hogy egy pillanatra megmutattad az embert, aki ott van az állarc mögött. Kata és András már másodjára nem tudnak dugni egy tisztességeset. Így vagy tökéletes az állarcoddal együtt. Majd váltunk András drogos elbeszélésére, ahova ismét Kata mondatait használjuk fel. Így vagy tökéletes. Az állarcoddal együtt. Szerintem ez a pasas összekeveri az ihletet a tolbamondással. Na ismét átveszem a gyeplőt, mert úgy érzem, hogy lelassultunk. András a saját könyveit veszi meg, Dóri pedig a film elejé óta nem sokat halad Kata könyvével. Megyek zuhanyozni. Randid van? Nem randi. Munka. Na stop! Tudjátok, az van, hogy egy tini srác esetében az ember elnéző tud lenni, amikor a fiú nem tudja vállalni az érzéseit. Még egy 20 éves esetében is mondjuk, hogy okés ez a dolog. De egy feltételezhetően a 40-es éveit taposó, elvált férfi esetében ez a jellegű viselkedés nem pusztán éretlen, de kifejezetten jellemhibás viselkedés is. Ugye nem azt várja tőlünk a film így bőven túl a felén, hogy rokon szenvezzünk Andrással. Rajongói imádnák. Jó kép lett, de Kata, te elég naív vagy. Inni mit hozhatok? Két viszkit jéggel, és egy kólát. Hányszor mondjam, hogy nem iszom kólát? Hát legalább még egyszer a szentségét! Amúgy tényleg, hányszor? Igen, igazad van, nekem semmi se tökéletes. Ha tökéletes lenne, miről írnék? Az igazi irodalmat mindig a fájdalom szül. Neked mi fájt annyira?
A bejárónőd összemosta az Armani pólódat a golf kesztyűddel, vidám kis dalocskát kellett írni a mosópor reklámban, de nem jött ki a szótagszám. Nem dolgozom mosóporral. Tudom már. Feszített belülről a nagy művészi önmegvalósítás vágya, de már kevés volt hozzá a reklám. Még mindig őszintébb, mintha a pénz lett volna kevés. De jó ég, ezek még mindig itt tartanak? Fogalmat sincs róla, hogy miért kezdtem el írni. Talán mert azt láttad, hogy minden idióta mocskosra keresi magát ezekkel a spirituális szarokkal. Hát fiúk, lányok, nálam röpködnek a kérdőjelek, hogy ezek mi a bánatért találkoznak egyáltalán. Bejött egy megszeppent lány a vizsgálóba. Lerakta a székre a magazinját, valami bulvárlapot. Ott volt a hátsó borítóján az a hirdetés, az az energiaital. Több van benned, biztos ismered. Én írtam. Vastag béltükrözés, mondtam már, hogy kórházban dolgoztam. A monitoron már látom a daganatot. Ránézek a magazinra a széken, ott van rajta ez a hirdetés, nagy piros betűkkel. Több van benned. Hát persze, hogy több van benned, egy kibaszott tumorral van több benned a kurva életben. Mindenki azzal jön, hogy ne add fel az álmaid. De soha nem teszik hozzá, hogy ha ez nem sikerül, akkor az álmaid szép lassan fel fognak zabálni téged. Különben is honnan veszed, hogy azok a saját álmaid? Honnan veszed, hogy nem csak úgy rád tukmálták őket, belemásztak a fejedbe a tévéből, az óriás plakátokról, a családodból, mit tudom én? Erre a gondolatra visszatérünk még a végén, de most nem reagálnék rá. Több van benned, egy lószart. Pont annyi van benned, amennyi kell. Mi van? Semmi, mi lenne? A lány jól van, nyugi, megnyitették. Mi? A kislány túlélte? Pedig nagyobb súlya lett volna a sztorinak, ha nem, de persze örülünk neki, meg aztán így nem lesz a filmből egy súlyosan mély dráma. János kórház. Gasztroszkópia, hogy másfél éve. Az őszinte kommunikációban hittél, és megfogtad a kezem. Jó, én voltam. Na, akkor ez is tisztázva. Váltunk ismét a drogos fantáziára, amit majd szintén a végén fogok kitárgyalni, de most ugrunk. András elkezdi olvasni Kata könyvét, az Így vagy tökéletest. Majd egy telibe kurt zenei montás keretén belül láthatjuk elmélyülni kettejük kapcsolatát. Jön az új könyvem. Leszerződtem. No, gratulálok. Anyám megvette a könyvedet. Azt mondta, csak jó lehet, ha Tordaikat a pasia írta. Köszönöm. Aztán elolvasta. Azt mondta, hogy ha lehet, akkor ne nagyon találkozzak vele többet, és jó lenne, hogy a leszárnál erről a szegény lányról. Mondjuk anyád eddig se a jó ízléséről volt híres. Ja, mondtam neki, hogy nyugi anya, igazából nincsenek együtt. Persze, hogy nem vagyunk együtt. Csak ettől még idegesebb lett, hogy átvered a Katát. Ha a szegény lány hagyja magát átverni, akkor talán nem is volt annyira tökéletes. Ez nem jó az a joghurt. Pedig ezt mindenki szereti. Igen, és a hölgy mindent hallott, amiről az előbb értekeztetek. Mibe, hogy kifecsegi az ex legjobb barátnőjének? Csak hogy történjen is valami így közel 70 perc elteltével. Ó, és csak kérni kellett a Talit. Tudom, hogy hülyén hangzik, de nem próbáljuk meg. Legalább megérte? Nem érte meg, most mit akarsz hallani? Együtt vagytok? Igen, együtt vagyunk. Akkor megérte. Na, ezt akartam hallani. Hogyha ezt az egészet vissza lehetne csinálni. De nem tudjuk, Csilla. Úgyis mindig erről szólt a barátságunk, nem? Hogy te vagy a tökéletes, én meg... Mindenki tökéletes, Csilla. Ja, hagyd már ezt a baromságot, tényleg. Igazából ezt senki se hiszi el. Inkább mondd ki, hogy én vagyok a büdös kurva, aki elárulta a barátnőjét. Büdös kurva. Tudod, hol voltam a diátadód alatt? Az ágyamban vártam. Nem bírod elviselni, a boldog vagyok. Ez nem igaz. De tényleg azt akarom, hogy boldog legyél, jó? De csak jól esett kell félni a pároddal. Akkor tudod mit? Hagyj békén, mert most én boldog vagyok. Na, Csilla most bebizonyíthatja, hogy el tudja viselni Kata boldogságát. Mondanom kell valamit az Andrásról. Hát akkor meg se tudod elviselni Kata boldogságát. Váltunk a randira, ahol András a gasztronómiáról beszél. Azt fogod kérdezni, András, de hát mitől ilyen tökéletes a spagetti carbonárád? Megmondom. Sokan tejszínnel is parmizánnal csinálják. Tilos, soha ne használj tejszínt. Parmezán helyett pedig csak is pecorino sajt jöhet szóba. De Kata inkább szembesítene. Nem tudtam. Hol vannak a könyveid? Kéne belőle? Ez elég jól pörög mostanában, nem? De ahhoz elég jól megy, hogy leszerződj az újra. Meglepetés. András, szerintem félreérted a helyzetet. Akarsz még valamit tőlem? Úgyse vagyunk együtt igazából, nem?
Jaj, András, meg ne kérdezd. Kólát? Nem érted, hogy nem iszom kólát? Már megint hülyének állítasz be. Csinálok magunkról egy szelfit. Azt szeretik az emberek. Meg a kismacskákat, meg a rózsát. Félreérted az egészet. Átvertél, vagy nem vertél át. Igen, de azóta minden megváltozott. Takarod kifelé az életemből a kibaszott könyveddel együtt. Hát, ez történik, ha magunknak is hazudunk. Kata is hazudott magának, és András is túl büszke volt, hogy legalább saját magának beismerje az érzéseit. Majd este felmosok. Ó, de itt a kedvencem Dóri, aki kiossza a faterját. Ezt is sikerült elrontanod. És mit mondjak? Tudod, inkább maradj csendben, ha már csinálni nem csinálsz semmit. Majd pont te fogsz nekem tanácsokat osztogatni. Nem te mondod meg, mit csinálja. Azért nem csinálsz semmit, mert gyáva vagy. Nem vagyok gyáva. Ha kell, átmegyek a falon is. Te? Te egy igazi balfasz vagy. K.O. Amúgy lehet, még meg is kéne köszönni Dórinak, hogy így aggódik a hőnszeretett apjáért. Dzsangázunk egy rakétát az András könyvéből csiholt megaindián tűzből, majd kapunk egy újabb zenei montást, ami a másik fél hiányát óhajtja reprezentálni. Ismét a drogtanyáról írunk, amit ismét ugrunk, de csak azért, hogy András rájöhessen, honnan ismeri Katát. Mert hogy igazából nem a végbél tükrözésről, hanem egy korábbi castingról. Mosolyogját puszidnek? Úgy, jaj, de jó. Toldai Kata vagyok, 16 éves. Aha. Amúgy ennek nem tudom, mi a franc értelme van a történet szempontjából. Igazából most jövök rá, mi is a történet? Csak tegyél úgy, mint hogyha innen. Ez a szuper. Mint a szopnál, nem? Na mindegy, szóval Kat, amivel szinte szopja a kólát, ezért a szereposztó díványon a helye. Tudsz várni egy kicsit, a rendező beszélni akar veled. Be is megy a casting után, de valahogy nem fűlik a foga az ilyen jellegű sikerhez, hát igen, az Insta és a TikTok reneszánsz kora előtt járunk, és ez okozta Katánál, hogy nem iszik kólát? Merengünk egy keveset, és... Hisz az egész országban ismétlem. A jelszót pedig majd a komornád elküldi hozzá? Na mindegy, tehát szimbolikusan a szakadék széléről fejest ugrunk az életbe, abba hagyjuk az írást, szóval váltatunk is Katára, aki épp egy talk show-ban készül megvillanni. Eközben pedig András is készül visszahódítani kedvesét. Ne haragudj, nem is vagy balfasz. Most már, hogy vissza akarod szerezni a kedvenc írónőmet, nem is vagy balfasz, de az Isten irgalmazzon, ha még egyszer elkúrod. De ha még egyszer elbassza, elintézem magának, hogy a föld legrohadtabb sarkába kerüljön. És akkor lássuk a végjátékot. Beszélni akarok veled. Tudom, hogy mindig azt mondtam, ha kell, átmegyek a falon is. Vicces, mert nem ment át a falon. Ismét 1920-ban vagyunk. Mit akarsz? Gyáva vagyok. Gyáva vagyok beismerni, hogy rossz író vagyok. És mi közön van nekem ehhez? Minden. Nem a kórházban találkoztunk először. Te voltál az a... Te tényleg egy gyáva szar vagy. Azon gondolkodom, hogy igazából most mi fog változni. Jaj, ne sajnáltasd már magad annyira. Ott voltál te is a sorban azok között, akik átvertek. Menjetek a picsába mindannyian. Menjünk a picsába? Hogy menjünk a picsába, uram? Csak nem az van, hogy valaki elengedés helyett remegve akar bosszút állni a sérelmeiért? Igen, én is átverem saját magam. Tessék, ezt akartad hallani? Hogy nem vagyok tökéletes? Hát nem vagyok az. Nagyon vérzik. Akkor én most megyek, jó? Bevigyelek a sürgősségire? Vicces vagy. Jó szagod van. Mielőtt még reménykedni kezdenél, tisztázunk valamit. Én tőled soha semmit nem akarok többé. Én se akarok semmit tőled. Na persze! Fél csillag. A csoknyaitól. Tordai Kata új könyve pusztítóbb erejű, mint Fukushima, a globális felmelegedés és az Ebola együttvéve. Á, tehát most kezdünk tiszta lappal, és az újrakezdés gesztusait láthatjuk megelevenedni. Csak csinálni kell. És hova dobtátok, mert az ablak nem törik ilyen könnyen. Mit evett ez a kutya? Betonszar! Elkap téged is nagyon hamar!
A kritikus szerepében Hegedűs D. Géza látható, aki épp pálinkával kínálja a huligán párt. Nektek fogalmatok sincs, hogy mennyire tud fájni a magány. Gondoltátok volna, hogy kétszer is megmentitek az életemet? Kétszer? Először, amikor fölvakartatok a járdáról, utána meg, amikor megmutattátok nekem, hogy ti még nálam is sokkal, de sokkal szánalmasabbak vagytok. És egy kis naturkritika némi alátámasztással. Na ez a kemény. Úgy magányosnak lenni, hogy észre se veszük. És itt a film igazi üzenete. Szerintem most megyünk, késő van már. Igen, muszáj mennünk. Visszajutunk a kezdőpontra, és azt hiszem elérkeztünk az utolsó mondatokhoz. Lányod? Mi van vele? Nálad alszik ma? Na most az a helyzet, hogy ez a film korán sem helyezhető egy lapra az átlag magyar filmekkel. Bár nekem meggyőződésem, hogy az utóbbi 10-15 évben a Magyar Film Alap kifejezetten jó filmekkel ajándékozta meg a repertoárunkat, mégis azt kell mondjam, hogy azok közé mégse tenném ezt a filmet. De hát először is kezdjük azzal, ami tetszett. Tetszett a próbálkozás, ugyanis a film törekedett arra, hogy ne legyen átlagos. Nekem például kifejezetten tetszett, hogy megfogalmazott egy üzenetet napjaink Szabó Péter és Müller Péter orrfacsaró közhelypácában érlelődő sikerorientált panelbölcsességeivel szemben. Ez pedig az volt, hogy nem kell feltétlenül elérned a célodat ahhoz, hogy teljes ember legyél. A magányodban is lehet teljes, és a partnered mellett is magányos. Szimpatikus húzás, hogy mert egyáltalán bármit is állítani a film. Továbbá, tetszett, hogy a karakterek nem a klasszikus szépember sztereotípiára épültek, elvégre András figurája nem a klasszikus lányok kedvence stílust hozza, Béres Márta Katája pedig bár egy csinos hölgy, de nem vonja el a néző figyelmét az egyébkenti drámájáról, karakteréről. Ez egy nagyon jó húzás, hogy úgymond átlag embereket látunk küzdeni, hiszen ettől a néző is könnyebben találja meg az azonosulási pontot, ami egy romantikus film esetében kifejezetten erény. Ebből a szempontból a kedvencem a Dér Zsolt által alakított Dávid volt, aki szinte lubickolt a penészes pöcsfej szerepében, de ő legalább tényleg egy egyedi színfolt volt. Viszont, ami már a probléma oldalát erősíti a látottaknak, az az, hogy én azért bőven tudtam volna húzni a filmből. Ez a meglehetősen szájbarágos elbeszélős része András könyvének például szerintem semmit nem tett hozzá az összképhez. Ezt mondjuk, ha már romantikus komédia a film besorolása, akkor vehették volna poénra, megmutatva ezzel azt, hogy András tényleg egy pocsék író. Kiemelhették volna jobban, hogy Kata könyve mitől szárnyal András irodalmával szemben. Ez a túleffektelt kórházi rész nem tudom miért kellett, értem én, hogy érzékeltetni akarták András kórház fóbiáját, de ettől mélyebb lett András karaktere? Vagy szerethetőbb? Na szóval szerintem ezt egyszerűbben és talán viccesebben is meg lehetett volna oldani, mindegy. Óriási hibának érzem a karakterépítés szempontjából, hogyha már egyszer tettünk egy lépést előre, akkor minek rántjuk vissza a karaktereket ebből a haladási irányból? Például itt, amikor Kata és András amúgy elköltenek együtt egy úgymond jobbára szórakoztató estét, majd úgy válnak el, hogy András bebunkózza Katát. Vagy mondjuk itt a vacsoránál, ahol randiznak, majd András azzal nyit, hogy Kata milyen egy szar író. Ezek nagyon súlyos hibák, mert ettől a karaktereink jelleme egy helyben toporog, és a néző is úgy érzi, hogy rabolják az idejét, mivel látszólag nincs karakterfejlődés. De ha már a karaktereknél tartunk, mi volt ez a Kornél-féle figura? Miért nem használtuk Lengyel Tamást egy kicsit bátrabban? A fenébe is ennek a pasasnak van komikus vénája, írjunk már neki pár sort. Trokán Nóra pedig, aki nyilvánvalóan a konfliktus források megtestesítője volt, miért nem kapott nagyobb mozgásteret? Egyszerűen nem tudjuk, ki ez a nő, csak azt, hogy valamiért kefél a legjobb barátnőjének a Paliával, majd szétbarmolja az Andrással való viszonyát is. Ami igaz, hogy hazugság volt, de nem derül ki, hogy mindezt jó indulatból csinálta, vagy egyszerűen csak ő ilyen és kész. És legvégül, minek kellett ez a kóla reklámos szereposztó dívány jelenet? Ez egy olyan idegen test ebben a történetben, hogyha egy az egyben kivágnák, se változtatna a film végkimenetelén. Mit bizonyított ez Andrással kapcsolatban? Hogy fiatalabb korában asszisztált egy zaklatáshoz? Hát ehhez képest baromi gyorsan és elegánsan tovább lépett rajta a film.
Na szóval én azt mondom, hogy ez a film sajnos csak elvétve vicces, drámainak nem elég erős, főleg úgy, hogy az Így vagy tökéletes című könyvet egy olyan beteg lány ihlette, aki amúgy kigyógyult a betegségéből, tehát ebben a traumában sem mélyültünk el, és nem a halálát akartam bárkinek is, mielőtt ez a vád érne. Egyrészt, mert egy fiktív történet fiktív karakteréről beszélünk, másrészt meg azért, mert ezzel csak ráerősíthetett volna a film az üzenetre, vagy legalábbis a motivációra. Hát a romantikus fronton pedig többnyire következetlen a történet, de ha egyben nézem az egészet, akkor egyrészt elsőre ezek nem ütköznek ki látványosan, másfelől pedig ezeket a színészeket öröm nézni a vásznon. És tényleg próbálkozik a film, amitől igazából egy bátor alkotás, viszont pont ezek miatt kb. Úgy álltam fel előle, mint a postmortem után. Ügyes próbálkozás, de még bőven érhetett volna. Na és akkor, ha tetszett a videó, akkor lájkolj és kövess, oszd meg a videót a barátaiddal, ismerőseiddel, nyomj a csengőgombra, hogy mindig értesülhess a legújabb tartalmakról, amennyiben támogatni szeretnél minket, vagy szeretnéd előbb látni a tartalmakat, akkor várunk szeretettel a Patreonon. A jelenlegi Patreonoknak pedig ezúttal is végtelen hála és köszönet a támogatásért. Én Kinzon voltam, hamarosan pedig újra találkozunk. Na pacsi, sziasztok! Na mi lesz, befejezzük ma még ezt a szart?